Szerintem nem túlzunk, hogyha most azt mondjuk, hogy egy fantasztikus fotókiállításról fogunk beszámolni a következő percekben. Csizek Gabriella kurátor a vendégünk, ezért csak jó reggelt kívánunk. És Eliott Örvit fényképeiről, fotóiról, meséiről, történeteiről fogunk beszámolni. Ugye ez a kiállítás most Budapesten egyszerre két helyszínen látható, és akkor az összes többit azt legyen olyan kedves mondani nekünk. Igen, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban a retrospektív kiállítás látható, aminek az a plusz érdekessége, hogy ezt ő állította össze a Magnum fotózzal, azaz azt jelenti, hogy ő is benne volt a válogatásban. Tehát nyilván a saját szívének kedves és legfontosabbnak ítélt képeit rakta bele ebbe a kiállításba, és ezzel párhuzamosan a mai Manóházban, ami mondjuk másfél percre van a Capa Központtól, az az anyag látható, amit viszont kolléganőmmel, Barkóczi Flórával válogattunk azok közül, a képek közül, amelyeket 1964-ben készített Magyarországon. Mert hogy ugye itt tartózkodott a Time magazin, vagy kiküldte őt? Igen, annak idején ide? Time magazin küldte ide, hogy a Vasfüggönyön túlról fényképezzen, de nem csak Magyarországon fotózott akkor, hanem Csehszlovákiában és Lengyelországban is. Mit tudunk elmondani Eliott Örvit fotóiról? Tehát hogyan lehetne összefoglalni az ő fényképeit? Hát nagyon humorosak egyébként, az elsőre látszik. Mert hogy ugye a fotózás Woody Allen-jeként szokták őt jellemezni. Azt nyilatkozta egyszer magáról, hogy ő egyetlen dolgot vesz komolyan, az a komolytalanság. És azt gondolom, hogy ez így a képeiből át is szűrődik. Azt gondolom, hogy az, amit ő nagyon tud, az a szarkazmus, a humor és a derű. Tehát a derűt fényképezni azért nem olyan egyszerű, mert ez egy ilyen nagyon különös illékony dolog, és ő megtalálja ezt, és nagyon, nagyon jól tud balanszírozni azon a határon, hogy a képei szépek, lelket melengetőek, de nem lépnek át a kics felé semmiképpen. Ő ugye a 40-es években kezdte a fotózást, és a mai napig 89 évesen is aktív fotós. Vannak korszakai, vagy ez, amit az imént elmondott, ez a mai napig ugyanúgy jellemző? Ez a mai napig ugyanúgy érvényes. Azt is fontos tudni, hogy ezt a típusú hozzáállását még a megbízásaiban is jól tudta kamatoztatni, és jól tudta csinálni. És ő is úgy dolgozott, hogy volt a megbízás, akkor volt egy kívánalom, aminek ugye meg kellett azért felelni, de ezzel párhuzamosan a saját választásait, a saját szabad fotográfiáit is folyamatosan készítette. Ő a mai napig, miközben most mi itt ugye fekete-fehér fényképeket látunk, de hű maradt a fekete-fehér fotókhoz? Igen, de természetesen dolgozik színessel is, és digitális géppel is, de alapvetően ez a fő vonal. Mekkora merítésből sikerült ezt a budapesti két kiállításnyi képanyagot összeválogatni? Hát a retrospektívet a Magnum fotózzal válogatta, tehát nyilván ott az egész életművet áttekintették bizonyos szempontból, és neki elég sok olyan kötete jelent meg, ami tematikus bontású, tehát ő nagyon szereti ezt a típusú megoldást a kutyákról, a nőkről, az emberekről, az emberi viszonyokról, tehát ő szereti így köteteket szerkeszteni. A magyar anyag az más kérdés, mert ugye ott három országban jár, mint említettem. Egyébként a cseh és lengyel anyagot megvetítjük, tehát aki kis időt tölt a képekkel, és azt is megnézi, ott lehet látni a három ország különös sajátosságait egymáshoz képest is, azon túl, hogy ugyanannak az időszaknak a mindennapjait értékeltük. Az itt lakók. A magyar anyag esetében egyébként a három országban 350 tekercs filmet fényképezett használt el, és ebből való a válogatás. Ugye ő Párizsban született, orosz szülő, gyermekeként sok nyelven beszélt, hogyha egy ilyen fotós idejött 64-ben Magyarországra, teljesen máshogy látta Magyarországot akkor, mint mondjuk a korabeli magyar fotósok? Tehát látszik, hogy más a szeme? Ez egy nagyon jó kérdés, és ezen mi is tűnődtünk, úgyhogy a Flórával nézegettünk az archívumokban képeket, hogy akkor az MT-ben mit fotóztak, sőt a kiállításhoz tartozik egy válogatás szintén, amit vetítünk a Fortepán 1964-es képeiből, tehát így helyezzük el a Örvit képeit ebben a mezőben, hogy mi történt 1964-ben. És az ő különös érdeklődése egyébként
a szocialista rítusok felé is volt, tehát a koszorúzások, az ilyen típusú állami események, az úttörők, a kisdobosok, az ünnepek, illetve Magyarországon erőteljesen ábrázolja a falus és a városi életet, tehát ez a sajátosság, amire ő nagyon... Hát, hogyha ő ebben látta mondjuk a derűt, akkor nagyon jó szeme volt. Az, hogy a szarkazmust mennyire tudta, hát igen, inkább... Az MT-be gondolom propaganda célra fotózták ezeket az eseményeket, ő meg kicsit karikírozta. Meg hát ezt ne felejtsük el, hogy azért, ami az MT fotótárába bekerült, ez nem feltétlenül ugyanaz, mint amit a hazai fotográfusok amúgy láttak, tudtak, lencse végre kaptak. Picit cenzúrázva volt, igen. Hát, igen. Ezért is választottuk egyébként a Fortepán anyagát. Uh-huh. Ugye ott több hasonlóság volt, hiszen azok megint csak szabadon, uh-huh, nem megrendelésre készült. Ugye a tematikus fotók közül nagyon sok hírességet is fotózott a magyar kiállításon. Kik szerepelnek? A magyar kiállításon Pálcai Pál egyébként, aki ugye szobrász volt, az ő műterme, és ő is a műtermében a szobrok között, és más híresség nem. És a külföldiek? A külföldiek a retrospektívben? Uh-huh. Ott nagyon sok van. Az amerikai elnökválasztásról is van fotó. Ami nekünk magyaroknak talán különösen fontos lehet, az Robert Kapai édesanyját fényképezte, uh-huh, a fia sírkövénél. Ez egy nagyon erős fotó egyébként. Szívet rázó. Filmszínészek, közszereplők, főképp amerikaiak. És ugye Elia Törvitnek van az az emlékezetes fotója még egy kisfiúról, aki pisztolyt tartja igen, saját egy fekete afroamerikai kisfiú, igen. Vannak ott, igen. Van sok olyan fotója van azért, ami kevésbé ez a hangulathoz, mert mint a vidámabb hangulathoz kapcsolódik, az kétségtelenül nagyon-nagyon jó látásmódja volt. Mit tudunk magáról, a művész úrról? Hogy él, milyen körülmények közt él? Az élete most... is maga a szabadság, több házasság, sok gyerek. Igen, azt nem írja már. Ez a kiszúrta, igen. Négy házasság, hat gyerek. Igen, igen, és egy hihetetlenül virulens életút és életmód, és nagy barátságok, a Magnum fotóznak még mindig tagja, egyébként Robert Kapa hívta meg őt 1953-ban a Magnumhoz dolgozni, és hát kérdeztek egyszer tőlem, hogy annyira tudott fényképezni akkor már, és akkor tűnöttem, és azt gondolom, hogy a Magnum sokkal inkább egyfajta nyitott, bátor, személyiségű emberek csoportja volt, uh-huh, akik egyébként fényképeztek nagyon jól. Mert a technikát el lehet sajátítani, de a látásmódot... Igen, szóval a kép azért sose a fényképezőgéptől függ csupán. Gyorsan mondjuk el akkor még, hogy Elia Törvit kiállítása. Szeptember 10-ig? Igen. Mind a két kiállítás. Igen. Mai Manóban, és akkor Robert Kapa. Megnézzük. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.